2023. december 4-től 31-ig tartott a téli szezonális ellenőrzés sorozat, amelyben a vármegyei és járási hivatalok élelmiszerbiztonsági szakértői vettek részt a NÉBIK irányításával. Az élelmiszervertikum teljes területét vizsgálták az élelmiszer előállítástól a forgalmazáson át a vendéglátásig. Országosan 1342 ellenőrzést végeztek. Azt láttuk, hogy valóban egy kis javulás tapasztalható az elmúlt évekhez képest, de azért több esetben kellett hatósági eljárást indítanunk. Ez ugye úgy működik, hogy a hatóságunknak van lehetősége különböző szinten szankcionálni a jogszabálysértéseket, hogyha valahol nagyon súlyos élelmiszerbiztonsági problémát tapasztalunk, akkor annak az egységnek a teljes felfüggesztésére is sor kerülhet, akár véglegesen is. De általában, hogyha a helyzet rendeződik, a higiéniai viszonyokat visszaállítják, akkor általában a működés folytatódhat. Az érintett ételekkel kapcsolatosan is széles lehetőségünk van. Zárolhatjuk a tételeket, ártalmatlanításra, megsemmisítésre utalhatjuk, átdolgozásra, illetőleg, hogyha jelölési probléma van, akkor újra címkézésre kötelezhetjük a élelmiszerrel kapcsolatos vállalkozást. Az ellenőrök leggyakrabban 73 esetben higiéniai hiányosságokat tapasztaltak, amely az összes ellenőrzés 5,4%-át tette ki. 2022-ben ugyanez az arány 6,4% volt. 48 esetben a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolásával kapcsolatos problémát tapasztaltak. A nyomon követhetőségre vonatkozó hiányosságot idén az összes ellenőrzés 3%-ában 41 esetben állapítottak meg. Lejárt élelmiszerek forgalmazásával 18 esetben az ellenőrzések 1,3%-ában találkoztak a szakemberek. Mindemellett összesen 214 élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból, az előző évben ilyen döntést 310 esetben hoztak. És volt dolguk az ellenőröknek vármegyénkben is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében figyelmeztető és szankciót nem lehetett alkalmazni, és 9 esetben kellett bírságot kiszabni eddig 450 ezer forint értékben. 7 esetben a higiéniai feltételekkel adódott itt is probléma, elsősorban a kitelepült vendéglátóhelyeken, de a kereskedelemben is el lehet ezt a szankciót alkalmazni. Főleg nyomonkövetési hiányosságok és a dolgozók egészségügyi alkalmassága volt a kiváltó hiba. De természetesen itt is előfordult lejárt élelmiszer forgalmazása, illetőleg egy esetben forradbor árutasítás során hiányzott a gyártmánylap a receptúra, aminek alapján igazolni tudták volna, hogy milyen keverékben állítják elő a terméket. A NÉBIK következő nagyszabású átfogó szezonális ellenőrzése tavasszal, március közepén kezdődik.